hosszú forró nyár folyamán 13.500-an készültek fel és neveztek a 39. Vizer Budapest félmaratonra, amely idén több mint 3000 külföldi vendégfutóval nemzetközi résztvevő rekordot is döntött. A legtöbben, több mint 7000-en a 21 kilométeres félmaraton célozták meg. A hazai futók közül több mint 1200-an életükben először indultak neki a legyőzhető távolságnak. A 21 kilométeren 465 kométa páros és 300 Xilem trió első futója is felsorakozott a 7 zónára osztott, közel fél kilométeresre nyúló rajtfolyosón. A félmaraton 6 hullámban indított rajtja után egy egyre hosszabb futókígyó kanyargott a budapesti Dunapart legszebb látnivalóit felvonultató útvonalon. Egy óra múlva a leggyorsabb handbike-os érkezett célba, majd egyre több futó lépte át a célvonalat. Ki életében először, ki sokat szorra. 28. egész pontosan. Nem szeretnék megállni az 50. félmaratonig. Nálam ez egy ilyen hagyomány. Ez a félmaraton, ez minden évben. A legelső volt a legkeményebb, meg talán most ezt úgy éreztem. Talán a meleg miatt, meg lehet, hogy nem készültem föl rá annyira, mint amennyire kellett volna. 17 éves a lányom, és az ő példájára, a születésére kezdtem el futni. Az első befutóm, az épp hogy sikerült a kezembe, majdnem összeesnem, de bevittem a félmaratonba. Mondtam, hogy 20-ig csinálom, utána ő fog engem bevinni, mert én már többet nem csinálom. Tehát 20 a cél. Ez volt az első félmaratonom. Azért futottam le, mert szerettem volna teljesíteni. Én voltam a motiváció, nem hagytam, hogy leálljon félúton. Nekem ez most a második volt, innen a maraton a következő cél. És hát együtt sokkal jobb, mint egyedül lefutni. Nagyon jó volt a frissítés, hogy ennyi volt, főleg az, amikor slánggal locsoltak minket, na az volt a tuti, az volt a legjobb része az egésznek. Nagyon köszönjük a zenekaroknak, főleg a dobosoknak, az nagyon sok erőt ad, amikor az ember így leülne, akkor így a ritmusra elkezd futni, meg mindenki, aki kijött és kiabált és drukkalt meg pacsizott, ez rengeteg erőt adott. 25. félmaratonom. De hát amúgy edzésnél ennél kevesebbet én nem szoktam edzeni. De én készülök a csúcsra. November 3-án utazok ki Amerikába, New York City maraton. Annak a fő próbája volt ez, csak viszont az időjárás volt ellenfelem. Na de azért elég jól sikerült ebbe a melegbe ez a 2 óra 15 körül. Most teljesítettem 29-szer, de engem ez az élmény, meg az, hogy mindig jól esik futni, ez a hangulat, hogy ennyi ezer ember fut együtt, hogy én ott a vége fele se vagyok soha egyedül, mert mindig vagyunk rengetegen. Jó élmény, jól érzem magam, ezért jövök.